Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 11-én. Az első kérdés az lenne, hogy mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai és a tervei. Ez a kártya megadja rá a választ, és utal egy utazásra. Ezek az ő tervei, egy nyaralás, vagy üzleti kapcsolatok külföldön. Ez a hajó a remény szimbóluma. Jelentheti azt is, hogy ő reménykedik abban, hogy az álmai megvalósulnak, például a szerelem területén. Pontosan ezt mutatja ez a másik kártya, a hold, az álmait, a vágyait és az érzelmeit. A harmadik kérdés az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. A választ megadja ez a kártya. Ez a kép mágikus erő, ami vonz benneteket. Azt is jelentheti, hogy ő hisz abban, hogy az álmai, tervei valóra válnak. A nap energiáját ez a kislány mutatja. És egy négy levelű lóheret tart a kezében, ami a szerencse szimbóluma. Arra utal, hogy jó kezdet vár rátok, és a szerencse melletetek áll. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!